Levél a zajutóról, meg kóbászról. Ahogy minap a vasút fele ballagunk, látok egy sárga hintót az utcán. Csak úgy magától ment. Csak peslogok, hogy mondok, én vagyok a részeg, vagy hogy csuda történt. A sógor is csak peslogozt, hallgat. Sógor, mondok aztán, mikor elpefög a kocsi. Lát kent lovat abba a kocsiba? Nem, az mondi. Na, mondok, én se. Az mondi. Hogyan lehet az, sógor? Mondok már, nem lehet másképpen, mint úgy, hogy láthatatlan ló vonja azt a kocsit. Az mondi. Én még sose láttam láthatatlan lovat, de nem is hiszem, ugye meg a fene. Hát, Ken, mit mond erre? Mondok, hogy mit ő menne az kocsi, ha semmi se húzná. De már az nem bizonyos, hogy ló húzi, mert ha ló volna ilyen, akkor már huzárt is láttunk volna ilyen lovot. Ott tűnődünk aztán, hogy mi volt ez a csuda. Hát, végtérés egy úr magyarázta meg, hogy bévűről mozgatódik az kerék. De mondok, beléje tötte-e a lovat? Nem. Azt mondi. Csak a lónak a zereit. Mondok aztán az úrnak, hogy mondok, tisztőt úr, ha nem kell a kocsiba ló, akkor a szekér is meg lehet anélkül. Ha meg? Azt mondi. Szántan is lehet anélkül. Lehet. Azt mondi. Hát mondok akkor, minek a ló az világo? Azt mondi. Bérsli kóbásznak. A valót hagyott. De hogy éppen bírsli kóbászt ebédőtünk, hát nagyon elcsöndesedtünk a sógorra. Azt egész éjjel nyerített a kóbász a gyomromba. Ehhez hasonló jókat kívánok. Göreg Gábor, Biró úr.